Fél maratonnál több, maratonnál kevesebb. Hazánk legrégebbi országúti futóversenye, amit Pécs és Harkány között rendeznek meg, kiváló felkészülési lehetőséget nyújt az év fontos versenyeire. A tavalyi évben azonban a pandémia miatt rendhagyó módon nem szezonnyitó, hanem szezonzáró volt a nemzetközi szinten is ismert és elismert megmérettetés. Visszatérünk a márciusi időhöz, mert a hagyományoknak is akarunk kedvezni. 38. alkalommal lesz, és egyetlen évben sem hagytunk ki. Ez az ország legidősebb országúti futóversenye. Egy évvel előzzük meg a Spármaratont, ami nemzetközi hírű, világhírű verseny. De a Pécs-Harkány futóversenyt is meg lehet találni a nemzetközi honlapokon. A rendezvény turisztikai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. Lehetőséget ad Pécs és Harkány, valamint a környék nevezetességeinek megismerésére. Az idei versenyt március 13-ára tették a szervezők, tehát még 2 hónapjuk van a felkészülésre a futóknak, akik egyéniben és váltóban is teljesíthetik a 26 kilométeres távot. Az online nevezést már elkezdtük, megindítottuk. A személyes nevezés az jövő hét hétfőtől lesz, hétfő, szerda, péntek, 2 héten keresztül, aztán februárban csak a szervezéssel foglalkozunk, és március első 2 hetében újból lehet majd személyesen nevezni. Tavaly a leggyorsabb futó, Lomb Ádám 1 óra 22 perc 59 másodperc alatt ért célba.